Tudtátok, hogy meg lehet csinálni a 2022-es Yearin Review-t és a Moments Gündogan objektívet egyetlen egy darab csapattal? Mutatom, hogy hogy. Mindkét objektívet Squad Battles-be vagy Rivals-be lehet megcsinálni. Kezdjük is a Yearin Review-val. Gold kell rúgnod francia játékosra 15 különböző meccsen. Rúgnod kell gold kolumbiai játékossal és nigériai játékossal egy darab meccsen. Meg kell nyerned egy meccset, ahol brazil játékossal rúgsz gólt, akinek minimum 80 dribblingje van. Nyerned kell egy meccset, ahol minimum 3 gólt rúgsz egy MLS játékossal. Le kell játszanod 6 különböző meccset 3 darab marokkói középpályással, úgyhogy a kezdő 11-etekben vannak ezek a játékosok. Rúgnod kell egy japán játékossal 3 különböző meccsen gólt, úgyhogy egy gólnál nem kapsz többet. És nyerned kell 6 különböző meccset, úgyhogy minimum 2 gólt rúgsz, és 9 darab argentin játékos van a kezdő 11-edbe. Ezeket, hogyha teljesíted, akkor különböző rewardokat kapsz érte. A végén pedig megkapod ezeket a lapokat is, hogyha teljesíted az összeset. Nézzük a Gündogánt, ami egyszerűbb. Kell 4 asszisztot adni indításból, amit egy meccsen is meg lehet csinálni. Rúgni kell 5 gólt egy Premier League középpályással, amit megint csak meg lehet csinálni egy meccs alatt. Gólt kell rúgni és asszisztolni kell német játékossal 3 különböző meccsen. És nyerni kell 6 meccset, úgyhogy minimum 4 Premier League játékos van a kezdő 11-etekben. Ezt egy ilyen hasonló csapattal meg tudjátok csinálni az egészet. 9 argentin játékos, ebből 4 Premier League-es, ugye a Gündogánhoz. Van itt egy német a padon, megint csak a Gündogánhoz. Brazil MLS-es, ami 2 objektívet is megcsinál ugye a Yearin Review-ból. Ugye a francia játékos, akivel 15 különböző meccsen kell rúgni gólt. Hogyha egy meccsen megcsináltátok a brazilt meg a franciát, akkor lecserélitek. Becserélték ezt a 3 játékost, ugye a japánt, nigériait és kolumbiait, ezzel csak egy gólokat kell rúgnotok. Hogyha nyertetek 6 meccset az argentinokkal, akkor 3 darab marokkói középpályással kezdetek, és azokkal nyertek meccseket. Csak most ugye a marokkóiak elég drágák. Ha van valami kérdésetek, írjátok meg kommentbe, és hogyha egy kicsit is tudtam nektek segíteni ezzel a videóval, akkor dobjatok egy lájkot és egy követést.